Megbírságolták Székely udvarhely polgármesterét, főjegyzőjét és főépítészét a Tamás Járon gimnázium mellett kiadott építkezési engedélyek hiányosságai miatt. Fejenként tízezer lejt kell kifizetniük, az önkormányzat képviselői a bírósághoz fordulnak. Fejenként tízezer leire bírságolta az állami építési felügyelőség Székelyudvarhely polgármesterét, főjegyzőjét és a város főépítészét. A város által a Tamási Áron gimnázium számára kibocsátott építkezési engedélynek, amely az udvar területrendezésére vonatkozik, nem volt utász által készített és ellenőrzött műszaki terve. A bentlakás udvarán valóban van egy belső út, amelyet a rízsű fele szélesítettek és tervezték lekövezni, de ez egy magánterületen lévő alkalmi forgalomra szánt magánút, például mentők, tűzoltók számára, és nem közhasználatra tervezett közút, ezért nem vonatkoznak rá nyilvános használatú közutakra vonatkozó előírások, fogalmazott a vádakról Gálfi Árpád polgármester. Ez az engedélyeztetés, amit kiadtunk 2023. októberében, ez kimondottan arról, az, arról a területről szól, ami a külső rendezést illeti. Tehát azt jelenti, hogy kerítésépítés, kapu építése, egy támfalnak a megépítése, a támfalon kívüli esővízrendszernek a kialakítása, az udvarrész ami tulajdonképpen be belső udvar, tehát belső udvarnak a kialakítása szempontjából, annak egy 1,10 méter 10 centis földrétegnek a, az eltávolítása, a leszedése. Az engedélyből egyébként kiolvasható az is, hogy az épület 2 méter 20 centis körzetében nem szabad ásatást végezni, illetve kézileg volt engedélyezve csak a földréteg 65-70 centiméternyi eltávolítása tette hozzá. 2017-ből létezik az utak tervezésére vonatkozóan egy műszaki normatíva, amely világ világosan rendelkezik, hogy minden magánjellegű, illetve a közforgalom elől elzárt utak esetében nem szükséges külön műszaki tervet készíteni az építkezési engedélyhez. Hozzátette a föltani tanulmány ellenőrzési követelményét a tervezőnek kell megszabnia az építkezési engedély dokumentációjában. Ilyen jellegű javaslat a polgármesteri hivatal engedélyeztetői fele nem érkezett. Ennek követelése pedig szerinte nem az önkormányzat dolga. Az állami építési felügyelet azt is kérte a prefektustól, hogy bíróságon támadja meg az építkezési engedélyt és kéri annak visszavonását. Az önkormányzat képviselői minden vádpontot visszautasítottak, a büntetést kifizetik, de bírósághoz fordulnak, hogy bebizonyítsák igazukat.